plusz egy rendőrautó fog járőrözni a szigeten. Az új gépjárműre a Szentendrei szigeti önkormányzatok adták össze a pénzt. Az volt a mi közös szándékunk a szigeti polgármesternek, illetve a testületeknek, akik ezt támogatólag jóváhagyták, ezt a vásárlást, hogy gyakorlatilag alapvetően a szigeti prevencióban, a szigeti biztonságnak a megteremtésében, a közvetlenül lévő megjelenésben legyünk ott, mutassuk magunkat, működjünk együtt. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere elmondta, abban bíznak, hogy a gépjármű segítségével a körzeti megbízottak gyakrabban tudnak majd jelen lenni a közterületeken, és együttműködve a mezőrökkel, közterületi járőrökkel és a polgárőrséggel segítséget nyújtanak majd a közösségi együttélés szabályainak betartatásában, a garázda és egyéb cselekmények megelőzésében. A Szentendrei rendőrkapitány ebben nyitott volt ebben a kérésünkben, és hát gyakorlatilag ez generálta ezt a döntést, és így vásároltunk a szigeti őrsnek egy járművet, amelyet reményünk szerint megfelelő hatékonysággal tudnak használni a sziget lakossága érdekében. Kovács László rendőralezredes, a Szentendrei rendőrkapitányság vezetője elmondta, az önkormányzatokkal közösen végzett munka gyümölcse a most átadott autó, ami minőségben és mennyiségben tovább javítja majd a területen való munkavégzést. Itt a Szentendrei szigeten a 4 település, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor összesen 5 körzeti megbízottja lesz az, aki fixen tudja ezt a járművet használni, járja majd a területet, az üdülő területeket, a belterületeket, és megpróbálja mindenki biztonságát garantálni. A rendőrkapitány elmondta, az alapszolgáltatáshoz szükséges eszközök mellett ez egy pluszt jelent majd, tehát a járőrök gyakrabban lesznek jelen a közterületeken. Én úgy gondolom, hogy ez egy kiegészítés, ez egy plusz, ez egy hozzáadott érték. Ez azt fogja jelenteni, hogy az alapjárőr szolgálaton túl még egy járművel tudjuk majd mozgatni a kollégáinkat, több felé tudunk mozogni, több lehetőséget teremtettek nekünk, plusz mindenképpen.